Egy szál virág a puha szélben. Akár egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében. Bilinszky János költő születésének 100. évfordulójára készült verseszenés estet láthatott csütörtök este a közönség a Gyulai Várszínház kamaratermében. Törőcsik Franciska és Priger Zsolt arra törekedett, hogy a nézők számára személyesebbé, befogadhatóbbá tegyék a költő műveit. Ezt segítik az előadásban a különböző zenei válogatások, valamint a párbeszédszerű kérdések és válaszok. Kedvenc zenék, zenei részletek, ritmus szegmensek állnak össze egy ilyen mixtape-é. Talán ezt mondhatnám, hogy mixtape, olyan, mint egy ilyen DJ-zés, de mégis irodalomról szól. Tehát, hogy nem egy ilyen irodalmat véresen komolyan vevő dologról van szó, de a Bilinszky apropóján mégiscsak a szakralitás és a spiritualitás kerül előtérbe, tehát egy olyan nagy egyveleg, ami nem csak popzenei ritmusokból, hanem Gregoriánból, kortárzenéből és Bilinszky verseiből áll össze. Ha gyenge vagy, végen van akkor, ágyban, párnád közt, utcazajban, iszonyú lenne fölriadnom. A produkciót eredetileg ősszel tűzték műsorra, de a járvány átírta az elképzeléseket. Törőcsik Franciska elmondta, a próba számára izgalmasan telt, mert ez idő alatt tudott mélyebben megismerkedni Bilinszky költészetével. Mindig nagyon szerettem, de nem ismertem annyira mélyen. Ez alatt az este alatt, vagy ez alatt az előadásra való készülés alatt tudtam mélyebben megismerni, hogy a Zsolt által. Nagyon-nagyon izgalmas, nagyon-nagyon, hogy mondjam, egyszerűen nagyszerű, tehát tényleg nagyon egyszerűen fogalmaz, és mégis valahogy benne van a világ mindenség, és ez nagyon szép, és tök jó, hogy ezek a zenék pedig különböző helyekre tudják helyezni a hangsúlyokat. A Bilinszky estet megelőzően az előadók korábban több hasonló projektet készítettek. Ilyen volt többek között a Térei Jánosról, Mészöly Miklósról, valamint Kassák Lajosról szóló előadás, melyeknek pozitív fogadtatása volt a fiatalok részéről.